nem kérdés, hogy minden idők legnagyobb korosztályos világversenye. Igen, a tavalyi világbajnokságon, ha jól emlékszem, 64 ország volt jelen. Az abszolút csúcs viszont a felnőtt, és ugye ámlok a világbajnokságok történetében, 2011. évi szegedi világbajnokság, felnőtt világbajnokságot 88 ország versenyzői álltak a rajtvonalhoz. Jön a második középdöntő. A hármas pályán a szerb Bojan Milinkovic, fölötte a lengyel Csepanik és a szingapúri Tekian Chua. A négyesen az ausztrál Duffy. Nem ment rosszul az előfutamban. A képen látható spanyol, például Rosa pedig egyenesen megnyerte a selejtezőjét délelőtt. Zane Clark Kanadából szintén jó eséllyel pályázik a döntőre. A dél-afrikai Louis Hetting a hetes pályán, a nyolcason majd az argentin Lautaro Cevoli, a kilencesen pedig a román Christian Florea majd. Tehát a papírforma alapján Rosa és Clark, de az ausztrál Duffy, adott esetben a szerb Milinkovic is beleszólhat az első két hely sorsába. Vidákovics Antal futamára majd 15 óra 31 perckor kerül sor, az ez tehát a negyedik középdöntő. És abból a szempontból szerencsés, hogy az utolsó középdöntő futamban áll rajthoz, hogy tulajdonképpen tudni fogja már, hogy adott esetben, ha harmadikként jön be, akkor milyen időt kell lapátolnia. Az sose jó. Tehát amikor kettő jut be, és akkor az idő mérésre hagyatkozni, nyilván senki sem tudatosan teszi meg. Azt szoktam még felborítani egyébként ezt a továbbjutási sémát, sorrendet, amikor a legjobbak mondjuk spórolnak az előfutamban, mert a középfutamok során mindig kiemelés van, tehát az első előfutam győztes első középfutam, a második előfutam a másodikba, és akkor így mennek leosztva a helyek. Tehát nem az borítja fel ténylegesen a sorrendet, hogyha egy nagyon jó egy az első 1-4-ben lévő kajakoskenus spórol egy kicsit az előfutamban, és emiatt bekerül egy kvázi elméletek gyengébbnek hit mezőnybe, és ott adott esetben akkor több győztes is összekerülhet egy középfutam során. Tehát matematikai elviekben ugye el vannak osztva egyelőre, egyenlő erősségűre a futamok, de hát az élet az mindig olyat produkál, olyat mutat, amit előre nem lehet kalkulálni, így hát marad akkor a jobbik idő. Abban az esetben, hogyha valaki tényleg pehjes volt így a sorsolást illetően, vagy valaki pehjére tett azzal, hogy nem kellően evezte ki magát. Ami abszolút érthető, hiszen nagyon sokan úgy vannak vele, pláne ilyen nyári nagy melegben egy hátszeles pályán, hogy inkább spórol az előfutamban és majd a középfutamban, de ennek megvan az a kockázata, hogy akkor több futamgyőztessel is összekerül. Fél távnál a fiúk, és egyelőre minden úgy alakul, ahogyan arra számítani lehetett. Azok vannak elől, akiket oda vártunk. Elálljon Rosa, most már csak néhány centivel áll jobban, mint Jai Duffy, az ausztrál. Itt azért kevésbé szóródott szét a mezőny, itt talán kalkulálhatnak az idővel is azok, akik most még mondjuk a harmadik helyre hajtanak, mert pillanatnyilag nehéz elképzelni, hogy Rosát vagy Duffyt beérik. Annál is inkább, mert Zane Clark már a délelőtti selejtezőben is fáradt a végére. Szemmel láthatóan nem fogják beérni, tehát tényleg a középen haladó Rosa és a Clark az abszolút fejfej mellett szerintem nagy csatát vívnak most azért, hogy melyik ők érjen be előbb a célvonalba és kerüljön be szintén sorsolással a mezőny közepébe. Azért is jó középen kajakozni, kenúzni, versenyezni. Általában könnyebb akkor figyelni, az ember jobban érzékeli balra-jobbra, hogy pontosan merre is tart. Megmerevettek a frontvonalak, és nagyjából ugyanannyi a távolság Rosa és Jai Duffy között, mint volt mondjuk 3-400 méter után.
ők egészen biztos, hogy ott lesznek majd a döntőben. Dél-afrikai Hatting, aki beleerősített az utolsó 150 méteren. Rosa megnyeri a középdöntőt. Duffy a második. És végül is Hatting jön be a harmadik helyen. Megközelítőleg 3.34-es idővel, tehát ezt azért majd érdemes lesz megjegyezni, és érdemes lesz figyelni, bár nem győzünk elégszer hangsúlyozni, hogy az lenne az igazi, hogyha majd Vidákovics Antal az első két hely valamelyikén érne célba, és akkor nem kellene számolgatni. Mindenképpen is már olyan sokat nem is kell erre várnunk, de azt gondolom, nálunk jobban már csak Vidákovics Antalt érdekli az, vagy izgatja inkább, hogy pontosan hogyan alakul neki a futama. Ilyenkor, amikor már csak néhány perc van egy versenyig, ráadásul egy nagyon-nagyon fontos versenyig, akkor mi az, amit még úgy végig matekozik magában a kajakos? Én annak idején a bemelegítést tartottam a legnehezebb feladatnak, hiszen ott kell az, hogy az üzemi hőmérsékletet is felkészüljön fizikálisan.